Kedves vendégeink! Szeretettel köszöntök mindenkit az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára készített megemlékezés alkalmából. 1956 máig ható példája annak a hősies erőfeszítésnek, amelynek következtében a nemzet újra fel tudott emelkedni létének egyik mélypontjáról, és ha csak néhány napra is, de ki tudta vívni szabadságát. Ünnepi műsorunkkal tisztelgünk azok előtt, akik harcoltak a szabadságért. Tisztelettel felkérem Thaisz Ferenc polgármester urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt ünneplő közösség, kedves berendezők, kedves gyerekek! 1956. októberében meggátolhatatlan erővel fejezték ki a szabadság iránti oldhatatlan vágyakat. A kommunista megfélemlítés, terror és zsarolás nem tudta visszatartani a hazugságok között felnövő fiatalokat. A szabadságharcosok egy emberként cselekedtek, egy emberként voltak készen adni akár az életüket is. A forradalom tüze pillanatok alatt eloldhatatlanná vált. A nemzet szabadon akar dönteni arról, hogy miképpen éljen. Szabadon akart határozni sorsa, államának igazgatása, munkájának értékesítése felől. Magyar nemzet valójában mindig is erre vágyott. Leigázták, meghódították, elnyomták, de a magyar nép mindig hitt az igazában, és megküzdött az önrendelkezésért. A mi nemzetünk mindig is a múltjából merített erőt újabb és újabb kihívásaihoz, ezért ne féljünk 56 szelleméhez fordulni ma sem. Példaként áll előttünk 1956 őseinek bátorsága és összefogása. Ez 1956 igazi öröksége. Felelősségünk közös, hogy ebben az űrzavaros időben is összefogjunk az országunkért és Beremendért. Soha ne felejtsük el hőseinket, és akkor érdemes lesz itt élni, dolgozni és családot alapítani. Köszönöm a figyelmüket! Valahol itt kell lennie. Apa azt mondta, hogy apa régi holmiát bedobozolták. Nézd, erre a papád neve van írva. Ez az, nyissuk ki. Micsoda régi képek. Ők a nagyszüleid, ugye? Anna és én 1953-ban, Annával 1956-ban. Hanglemez, Hollós Ilona, bárhogy lesz, úgy lesz. Jé, a nagymama kabátja, svárci sapka, tessék, próbáld fel, én is felveszem nagyapáit. Mi van a zsebében? Jé, egy notesz. Nehéz időket én megpróbáltam mindig derűs, vidám lenni, hogy Anna ne féljen. Igyekeztem a politikát nem hazavinni. Mikor írások ezek?
Ez a bejegyzés 1956 őszéből való. Itt a dátum 1956. október 22. Olvassuk tovább. 1945-ben, amikor véget ért a háború, azt hittük, felszabadultunk. Nem sejthette senki, hogy 6 év borzalom után még nincs vége a nyomorúságnak. Az ország romokban hevert. Beköltözött az emberek szívébe a rettegés. Rákosi Mátyás igazi zsarnok, a más véleményen lévő embereket koholt vádak alapján börtönbe zárhatja, munkatáborokba küldi. Senki nem tudhatja, mikor kerül sorra, mikor és mivel érdemli ki, hogy mint a haza ellenségét elítéljék, kivégezzék, vagy élet vagy tigráni büntetéssel megúszva, megnyomorítva éljen a hátra lévő életét. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőbe, nem csak a börtönökbe. Nem csak a vallatószobákban, nem csak az éjszakában kiált őrszavában, a zsarnokságban. Nem csak a szögesdrótban, nem csak a könyvsorokban, szögesdrótnál is jobban, bénító szólamokban. Nem csak a bíró hűvös ítéletében bűnös, a zsarnokságban. Nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban. Nem csak a titkon fényét ajtón ijedtem, besuttogott hírekben, hogy zsarnokságban, a zsarnokságban. Anna énekli itt mellettem az év slágerét. Bárhogy lesz, úgy lesz. Nem, nem hinném. Az egyetemen azt hallottam ma, megindult a szervezkedés, mert a nép egyre elégedetlenebb, egyre dühösebb az ifjúság. Ruszki haza! 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 1956. október 23. Ma elérkezett a nap, a cselekvés napja. Több éves rettegés, hallgatás után végre kimertük mondani, ami szívünket nyomja. Szembenéztünk és leszámoltuk a zsarnoksággal. Döntsd el, magyar, mondd ki a szót, itt visszalépni nem lehet, az ifjúság acél szíve a forróságtól megreped. Döntsd el, magyar, döntsd el, diák, és fonjunk lánccal kezünk. Döntsd el, ki élsz itt e honban, velünk össze vagy ellenünk. Mi döntöttünk, békés felvonulást szerveztünk. Bár nem volt rá engedélyünk, mégis kart-karba öltve vonultunk az egyetemről a Petőfi szoborhoz. A szobornál már több ezeren sorakoztak. Felolvastuk a követeléseinket, és egy fiatal színész elszavalta a nemzeti dalt. Aztán tovább mentünk a bánszoborhoz, és útközben egyre többen csatlakoztak hozzánk. Zúgott a tömeg. 48-as dalokat harsogott mindenki. Zászlók lengtek, piros, fehér, zöld lógók. Az emberek szabadságot, függetlenséget és egy jobb életet követeltek. Elég volt a megalázottságból. Elég volt a félelemből és a kiszolgáltatottságból. Elég az éjszakai elhuncolásokból és a rögtönítélő népbírósági perekből. Valamelyik ablakpárkányon megjelent egy fiatalember. Kimászott, spollóval kivágta a csillagos népköztársasági címet a lobogó közepéből. Végre az utcára vonultunk, fegyelmezett, de félelmetes tömegként. Több tízezer, sőt százezer ember egy akarattal, egy emberként dobban szívünk. Nagyapám is állt a barikád tetején 1956 esős októberén. Jobb sorsot akart magának és nekünk, mert hitte, hogy egyszer talán leszünk. Gyermekként átért borzalmas háborút, és remélte most, amire lép, az jobbik út. Szerette volna, ha hazája, otthona is neki, és nem kell rettegni, hogy meglakol, ha igazát ejti ki. Múlt időknek őszi reggelén összefogott sok fiatal, akaratuk erős, kemény, újra megszólaltak az ágyunk fegyverek, Pesti utcán forrong a nép, ezernyi ablak remeg. Láttak a nemzeti színű zászlók, melyből kitéptük az idegen címet.
Elégettük a vörös zászlókat, levertük a vörös csillagokat. Előkerültek a nemzeti színű kokárdák, a Kossuth címer. Egy emberként vonultunk az országházhoz, hogy megmutassuk akaratunkat az ország vezetőinek is. Aki magyar velünk tart ma, téldeplésből ugolj tábra. Ez lesz életünknek harca, jövőnk fényes arca. Ez a harc most tényleg végső, ne haboz, és nem lesz késő. Térdelésből ugolj talpra, aki magyar velünk tart ma. Ezért vártunk 56-ra. Ez a harc most tényleg végső, ne haboz, és nem lesz késő. Aki magyar velünk tart ma, vártunk a végső harcra. Aki magyar velünk tart ma, térdeplésből ugolj talpra. Ez lesz életünknek harca, jövőnk fényes arca. A tüntető tömeg egyrészt a Városligetbe vonult, hogy ott ledöntse a zsarnokság gyűlölt jelképét, a Sztálin szobrot. A tömeg másik része a rádió elé vonult, ahol az ifjúság 16 pontba foglalt követelésének beolvasását kérte, de megtagadták. A nép megmozdult, hogy kérésének erőszakkal szerezzen érvényt. Az AVH tömegmészárlásban jó képzett martalócai belepuskáztak a fegyvertelen sokaságba. Vér folyt az utcán, ártatlan emberek vére. Október 24. Hajnalban megjelentek a szovjet tankok, melyel megkezdődött az 5-6 napos küzdelem. A magyar hűségességének köszönhetően a szovjet csapatok október 30-ra tűzszünetet kértek, s megverten elhagyták Budapestet. Nagy Imre vezetésével új kormány alakult. Úgy látszott, megindulhat a munka egy szabad és semleges Magyarországon. Nem így lett. November 4-e. Mintegy 200-szoros túlerőben lévő szovjet csapatok általános támadást indítottak Magyarország ellen. Döbbenetes volt a rádióban felhangzó segélykérés. Értesítjük az ERC titkárát, hogy Nagy Imre a következő felhívást indítsa a magyar néphez. Kedves hallgatóim, Nagy Imre a minisztertanács elnöke szól a magyar néphez. Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ez közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. Elhallgattunk, és újra féltünk. Novemberben szürkék az utcák, novemberben szürkék az emberek. Novemberben Budán és Pesten nevetni nem lehetett. Novemberben itt esküt szedtek, gyaláztak törvényt, tiportak jogot. Novemberben vörössel, vérrel a mágia lobogott. Angyal, menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre, oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék, szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról. Újra kell kezdeni mindent. Minden szót újra kimondani. Újra kezdeni minden művet és minden életet. Kezünket mindenkinek oda nyújtani. Újra kezdeni mindent a világon. Megteremteni, ami nincs sehol. De itt van mindnyájunkban mégis. Belülünk sürgetve dalol. Újra hinni, hogy eljön valami, valamikor, valahol. Az 1956-os forradalom hatása messze túljutott Magyarország határain,
Érdeklődést és csodálatot keltett az egész világban. Mi 1956 üzenete számunkra ma is? Mindig nemet kell mondani az emberek szellemi és gazdasági kizsákmányolására. Ne tűrjük meg azokat közöttünk, akik félelmet akarnak kelteni bennünk és körülöttünk. Mindig és mindenhol védeni kell a demokráciát, a többség akaratát. Csak szabadon lehet méltóságban élni. Egy kis nép is véghez vihet nagy dolgokat. Legyünk hát büszkénk a hőseinkre és magyarságunkra. Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak. Zongora játékát hallhatjuk. Chopin Fantasien Impromptu című darabját adja elő. Thank you.
Megkérjük kedves vendégeinket, hogy csatlakozzanak hozzánk a forradalmi emlékmécses megkoszorúzására.